Sziasztok, Joci vagyok! Üdvözöllek a YouTube csatornámon! Biztos te is játszottál olyan játékkal, ami olyan egyszerűnek tűnt. Cuki volt a grafikája, úgy tetszett, valami hivogatott, megvetted, és hetek tűntek el az életedből, igazi addikciót okozott a játék. Ezekről állítottam össze egy rövid videót. Engem is nagyon be tudtak húzni az alábbi játékok. Ha tetszenek a videóim, kérlek, iratkozz fel a csatornámra! Nagyon sokat segítesz nekem, ha megnyomod a feliratkozás és a harangombot, ha hagysz itt egy videót, hogy neked melyik volt a legnagyobb addikciót okozó játékod, és hogyha feliratkozol a Twitch csatornámra. A linktrimben pedig, amit a megjegyzések közé berakok, minden felületet megtalálsz, ahol követni tudsz. Ha meg annyira imádod a videóimat, akkor kérlek, Támogass. Ezt meg tudod nézni a csatlakozás fülnél a Youtube-on. A legaddiktívabb játékok. Szerintem minden évnek megvan az a játéka, ami egyszerűnek tűnik, ártatlannak, mégis komoly függőséget okoz. Eddig 2024-ben számomra ezt a címet torony magasan a Balatról vezeti. A balatró az utóbbi idők legaddiktívabb játéka. Az ötlet fantasztikus, hogy a mindenki által ismert póker szabályaiból és játékmenetéből egy rugelit játékot varázsoljanak. Pakli játékból rengeteg jelenik meg manapság, viszont a balatró mindegyik felett áll. A játékkoncepciója teljesen egyszerű, adott egy pakli kártya, amiből Póker kombókat kell kijátszani, ezekért pontokat zsebelhetünk be. A pontok mennyiségét a Joker lapok határozzák meg. A játék legfontosabb lapjai a Joker kártyák, amiből 150 darab található a játékban. Minden egyes lap más-más effektel dolgozik. Ezen kívül találhatunk még tarot kártyákat is a programban. Van, amelyik a lapok kombinációjának az értékét növeli a jokerek közül. Van, amelyik fix pénzt ad a meccs végén. Van olyan lap, amivel a paklit színezhetjük át. Lesz, amivel drilleket tudunk gyártani. Minden meccs végén a boltban tudjuk beváltani a pénzünket a kártyákra vigyázzatok a játékkal. 14 euróért több hét függőséget tud okozni. A 2022-es év nálam torony magasan a Vampire Survivors-ről szólt. A játék egyedüli fejlesztője Luca Galante olyan atombombát dobott le a gémerekre, amire szerintem még ő maga sem számított. A játék pofor egyszerűnek tűnik. Választunk egy alapfegyverrel rendelkező hőst, és az adott pályát túl kell élnünk 30 percig, miközben aprítjuk az életünkre törő szörny hordák áradatát. Egyszerű nem? Nagyon nem. Minden legyakott szörnyből XP-t fogunk kapni, és szintlépéskor választhatunk, hogy melyik fegyverünket fogjuk szintezni, vagy újat választunk. Remekül kombinálhatóak a tárgyak. A játékban található grimoire segítségével ki tudjuk választani a nekünk legjobban tetsző receptet, az adott tárgy kimaxolásához. A tőr és a kesztyű maximumra fejlesztésének az esetén kb. két puskaszerűen löveljük magunkból a tőröket. Összesen 54 féle receptből tudunk válogatni, hiszen napvilágot látott már pár kiegészítő, ami növelte az alapfelszerelések számát és a pályákét is. A nagyobb szörnyek különleges ládákat dobnak, amit ha felveszünk, többféle tárgy esik. A grafikára a legjobb kifejezés, amit tudok mondani, az az, hogy érdekes. A pályák remekül vannak kitalálva, és változatosak is. A szörnyekre rengeteg időt fordíthatott a fejlesztő. A bestáriumban szép számmal akadnak ellenfelek. A játék kifejezetten oda vagyok, a mai napig benne van a Spotify lejátszási listámban. A játékmenet rettentően addiktív, élvezett kinyitni az újabb hősöket, és a végén már Terminátor módban aprítani a villódzó monitor előtt mindenkit, aki velünk szembe jön. Akár még a kaszást is. 2024 májusában pedig érkezik a kontra témájuk kiegészítő, és az animációs sorozatnak is be kell futnia lassan. És a napokban debütál a Vampire Survivors PlayStation konzolokra is. Látom előre, hogy el fogok veszni pár napra a Vampire Survivors-ben ismét. Az addiktív játékok első ismérve szerintem a grafika. Valahogy fel kell, hogy kertse a program a gyanútlan áldozatát. A Cult of the Lamb ennek a magas iskoláját prezentálja felénk. Adottak a cuki karakterek, mindenki rettentően aranyos, ezt nyakon öntik Katul-féle horror történettel és megjelenítéssel. A játék kezdetén kis barikánk megmenekül négy gonosz főisten karmaitól, akik épp fel akarnák őt áldozni. Illetve fel is áldozzák őt, de megmenekülünk egy csodával határos módon. Megmentünk, feltámaszt minket szolgálatainkért cserébe. Fő célunk levadászni a négy figurát a játék elejéről, így segítünk is kiszabadulhat a lencai fogságából. A célunk adott, a megvalósításra pedig elleszünk a játék végéig. Cuki kis barikánkkal szektát fogunk alapítani. Toborozni egyébként sokféleképpen lehet, de elsődlegesen véletlenszerűen a botlunk bajba jutott állatkákba a csatározásaink során. Fontos, hogy menedzseljük a közösséget, etessük a tagokat, takarítsuk a budit, illetve a fejükbe verjük újabb és újabb tanításainkat, melyek vallásunk alapjait képezik. Agymosotjaink hűségpontokat termelnek, ahogy szintet lépnek, vagy imádkoznak a falu közepén lévő bárányszobrunkhoz, ezekből a pontokból mi fejleszthetjük kedvünk szerint a kommunárt. Minél több pontot költünk, falunk annál inkább önellátóvá válik. Idővel lesz WC, farm, fűszertelep, kőbánya, illetve ezeknek fejlesztebb változatai is előkerülnek elég sok az opció, és minden ilyen kis épület hozzájárul valamilyen formában a játékmenethez. Az egyik legfontosabb építményünk a templomunk. Itt rengeteg döntést fogunk hozni, ami a játékmenetet befolyásolni fogja. Feláldozzuk-e az öregeket a nyersanyagért, vagy becsben tartjuk őket? A falu menedzselés egy összetett és baromi jó része a játéknak. A harc is nagyon élvezetes a programban. Jó rúglák játékhoz híven randomizált szobáról szobára való haladás a játékmenet. Többnyire csak az dob fel néha, hogy az adott szobában miféle dolgokhoz tudunk hozzájutni. Az alapszobák nyilván harcot tartalmaznak, itt a cél egyértelmű. Viszont egy nagyon fontos mechanika is megjelenik a játék ezen pontján, mégpedig a tarot kártyarendszere. Ez lényegében annyit akar, hogy néha kapunk egy kártyát, vagy épp választanunk kell kettő közül, ami valamiféle változást eszközöl a Dungeon Run-ban. A falunk kivételével öt másik, kisebb terület található a térképen, amik főleg mellékküldetések teljesítésére, mini játékokra vagy épp vásárlásra alkalmas környezetek. A megjelenéskor porzalmasan beszippantott a The Cut of the Lamb. Nem mondom, hogy bármikor újra játszanám, de lassan érik egy új nekifutás, hiszen jelent már meg egy pár DLC hozzá. A Plants vs. Zombies volt az egyik első játékom, ami igazán behúzott az indie műfajba. A játék kreatívsága, hangulata, grafikája azonnal berántja az arra fogékony játékosokat. Adott főszereplőnk Dave, akinek a házát kell megvédenünk különböző zombi hordáktól, és itt nem a fegyverek lesznek a segítségünkre, mint azt megszokhattuk, hanem a növények. A pálya 5 sávra van felosztva. Ezen az öt vonalon kell ellentámadást indítanunk a zombik ellen. Persze, ha minden növénye megsemmisül, utolsó mencsvárként még a fűnyíró lekaszálja a zombikat, de utána tényleg vége a pályának. Első körben napra forgót kell lerakni, hiszen a nappali pályákon a napfény lesz a fizető eszközünk, amiből megvehetjük a különféle növényeinket. Összesen 40 féle tárgy és növény áll majd rendelkezésünkre, ahogy egyre jobban haladunk előre a popcap kreativitását muszáj megemlítenem. Fantasztikus ötleteket vittek bele a programba. A sima borsó növény az alapfegyverünk, a csili robban, a húsevő növény egyértelmű, a varázsgomba hipnotizálja a zombikat. Persze ez még közel sem a vége a növények felhozatalának. A medencés pályákon lesznek vízi növényeink, az éjszakai pályákon pedig gombákból nyerhetjük majd a napfényt. A zombiknál aztán tényleg elgurult a fejlesztő srácok gyógyszere. Néha azért veszítettem egy csomó értékes időt, mert röhögtem a zombikon. A sima zombikkal kezdünk. Aztán lesznek olyanok, akik védő vödörrel a fejükön érkeznek. Lesznek gátugró zombik, lesznek olyanok, akik pajsként egy ajtót tartanak maguk elé. Az NFL játékos zombi igazi nehéz fiú, viszont a kedvencem a táncos zombi és az ő háttértáncosai. Michael Jackson mozgására nyomják a diszkót. Ha nem próbáltad ki eddig ezt a játékot, azonnal pótold. A játékmenet, a grafika és a humor szerintem kortalan imádni fogod. Ben Broad neve egybefort a Hearthstone-nal. Személy szerint én imádtam a prezentációit. Ben kulcsfontosságú személy volt a Hearthstone életében. Meg is lepődtem, amikor 2018-ban bejelentette, hogy távozik a cégtől. Nem sokkal később kiderült, hogy az új stúdiót úgy hívják, hogy Second Dinner, és egy rakás ex hearthstone arcot takar, beleértve ebbe azt a Hamilton csut is, aki a Blizzardán a játék producereként dolgozott. Igazán érdekes fordulatot aztán akkor vett a dolog, amikor pár hónappal később kiderült, hogy a kínai netiz, ami nem volt ismeretlen nekik, hiszen az országban ők adják ki a Blizzard játékait, 30 millió dollárral támogatja meg a stúdiót, a készülő játékukon pedig a Marvel-el dolgoznak együtt. Thanos után Ben Brode is csettintett, és megszületett a Marvel Snap. Egy match hat kör, egy pakli 12 lap, a kezdőkész 3. Körönként egyet húzunk, és plusz egy energiát kapunk. Mindkét játékos egyszerre pakolja le lapjait, a cél pedig annyi, hogy a pályán a három helyszínből legalább kettőn a meccs végén nekünk legyenek összességében erősebb lapjaink, úgy, hogy mindenhova legfeljebb négy lapot lehet lerakni. A kártyák eltérő erősségűek és költségűek, és ezeknél, illetve a helyszíneknek is vannak különleges képességei. Így nem csak a két játékos próbál folyamatosan tökéletesen kobbózni, reagálni és előre gondolkodni, a játék is borsot törhet az orrunk alá. A helyszínek nem egyszerre fedik fel magukat, hanem az első három körben szép sorjában, szóval lényegében a meccsek feléig beüthet valami nem várt körülmény, ami teljesen tönkretezi, vagy épp felerősíti az addigi stratégiánkat. A Marvel Snap kompaktsága ellenére meglehetősen összetett játék, de a legfontosabb elemét nem a kártyákban vagy a pályákban kell keresni, hanem a képernyő tetején lebegő kozmikus kockában, ami az MCU-ból is ismerős lehet. Ez a Tesseract, amit Thanos semmisített meg, hogy kinyerje belőle az egyik végtelen követ a híres csettintés előtt. Minél több kockánk van, annál magasabb lesz a rangunk, Más játékokban ellentétben viszont itt nem muszáj ehhez állandóan nyerni. Az is elég, ha tanoszos hasonlóan csak jól csettintünk, vagyis jókor nyomkodjuk meg a kockát. A csettintés klasszikus hazárdírozás. Megduplázhatjuk vele a tétet, vagyis a kockára tett kockák számát. Ha tudjuk, hogy nyerni fogunk, vagy épp ha blöffölni akarunk. Csettinteni mindkét játékos tud. Szóval az egész olyan, mintha összegyúrták volna a póker emelését és a snapszer kontrázását, és ez tökéletes mód arra, hogy a rövid meccsek ellenére is adjon egy átfogó, hosszú távú stratégiai célt a játékosnak. A Marvel Snap alapvetően ingyenes. Tulajdonképpen egyetlen nagy buktatója van a monetizációs rendszere. A játékban minden kártyát meg lehet szerezni teljesen ingyen is, ha minden nap rászán az ember 10-20 percet. Nekem a telefonomon a megjelenés óta fent van a marvel Snap. Igazán jó kis utazós játék. Rövidsége és grafikája miatt egyenesen imádom. Köszönöm, hogy időt szántál a videómra. Ha tetszett, kérlek mindenféleképpen hagyj itt egy kommentet, hogy neked melyik játék okozott nagyon nagy addikciót. Kérlek iratkozz fel a csatornámra, kövess be Twitteren, Twitchen, gyere dumágassunk a LAN a Discord szerveremen, és hogyha annyira tetszenek a videóim, a csatlakozás fülnél támogatni is tudsz. A Linktree linkemen pedig ezeknek minden elérhető linkjét megtalálod. Sziasztok!